A NAV munkatársai razziát tartottak egy nyíregyházi fémhulladéktelepen, és számos szabálytalanságot észleltek, melyről a telep tulajdonosát kérdezte munkatársunk. Úgy tudom, a telep helyén megtalálták 3PO-t, a Jedi Protocol robotját is. Hogy került ez önhöz? Hát nekem... Azt mondták részműves beszállítóim, hogy ez egy droid. Mármint érti, hogy egy android, mint a telefon, android. Állítólag tud fordítani arab nyelvekről magyarra. Arra meg most szükség is lesz itt bevándorlás politikailag? Hogy tudjon ilyeneket mondani például a szíreknek, tudod, hogy vigyázz, előtted van egy ideiglenesen telepített szöges draut határzár. Na, úgyhogy én megfrissíteni akartam az androidomat, megvettem ezt a droidot, androidot, de nem volt kompatibilis a telefonommal. Úgyhogy nem is tudta lefordítani ezt a határzár draugot. Tehát nem tudom hány nyelven tud, de ezt nem tudta. Egyfolytában csak azt hajtogatta, hogy R2D2 a barátom, hát gondoltam, az is valami menekülük lehet. Na de a Terminátort miért bontotta szét? Az élőszövet a belső fém vázon. Na, kérem szépen. Nekem azt mondták, hogy valami újfajta radiátor ez. Érti? De lehet, hogy azt mondták, Terminátor? Lehet azt mondták. De mit számít az? Hát a Terminátor az is, az terminál. Érti? Hőt fejleszt terminál. Ja, és azért volt rajta élőszövet egyébként, mert... Hát inkább nem is élőszövet volt az, hanem inkább holtszövet, mert ráfeküdt a macska, az kérem szépen ráégett szegény, odaégett. Uram, azt azért tényleg elárulhatnám, hogy egy vastüdőt nem szégyelt szétbontani? Állítólag rossz volt. De ebben állítólag egy ember benne is feküdt. Ja, tényleg? Hát azt kiszedtük belőle, kérem szépen. Elküldtük a szír bevándorlókkal a vonaton Németországba. Állítólag ott sokkal jobb a levegő. Minden képzeletet felülmúlt az a tény, hogy megtalálták a telepen a vasorúbába vasorát, illetve Sió részbőrű indiánok tetemeit is. Erre mit tud mondani? Hát kérem, az üzlet az üzlet. De kis kezit csakorom, még csak most látom, milyen szép rész mikrofonja van. Béla! Dobjad csak ide azt a vas fűrészt!